Már javában készülnek a holdú év megünneplésére Kínában. A kínai új év jövő pénteken kezdődik. 2021 a biva éve lesz, amelytől sokan azt remélik, hogy kivezeti az országot a járvány okozta válságból. A koronavírus azonban beárnyékolja az ünnepségeket. A hatóságok arra kérték az embereket, hogy ha tehetik, kerüljék a felesleges utazásokat. Színes lámpásokkal díszítették fel a házakat és az utcákat Kínában, ahol már minden készen áll a február 12-én kezdődő Hold új év megünneplésére. A lámpások örömet, békét és meghittséget teremtenek, a fények pedig ünnepi hangulatot árasztanak, mondta egy fiatal nő. 2021 -e a biva éve lesz, amely sokak számára kihívást és szerencsét hozhat, ám a legtöbben abban bíznak, hogy a bivaj kivezeti Kínát a koronavírus okozta válságból. Hosszú sorok kígyóznak az üzletek előtt Wuhanban, ahol egy évvel ezelőtt még tombolt a járvány. A koronavírus kiinduló pontjának tartott 11 milliós városba már visszatért az élet. Olyan boldogok vagyunk, hogy idén megünnepelhetjük a tavaszi fesztivált. A tavalyi év nem volt könnyű, de sikerült legyőzni a járványt, mondta egy helybéli. Szigorú járványellenes óvintézkedéseket vezettek be Wuhanban, hogy zöggenőmentesen teljen a 15 napig tartó újévi ünnepségsorozat, sorozat, amely Kínában egyben a tavasz kezdetét is jelenti. Ilyenkor összejönnek a családok, megajándékozzák egymást és elköszönnek az óévtől. Ám idén más lesz az ünnep, a kínai hatóságok ugyanis felszólították az embereket, hogy a járványveszély miatt kerüljék a felesleges utazásokat. A korábbi években valóságos névvándorlás kezdődött a huadú év előtt. Több 100 millió keresték fel rokonaikat és barátaikat, hogy együtt ünnepeljenek. Idén nem utazom haza, hosszú évek óta először Wuhanban töltöm majd az ünnepeket, mondta egy munkás. A holdú évhez számos hiedelem kapcsolódik. Az ünnep első napján tilos kivinni a szemetet, mert szerencsétlenséget hoz, valamint kerülni kell a takarítást és a mosást. Természetesen a hagyományos ételek sem maradhatnak el, a csirke és a hal mellett szerencsebatyú is kerül majd az asztalokra. Nem csak Kínában, hanem Kelet-Ázsia más országaiban is készülnek a holdú évre, ami a világ népességének negyede számára az év egyik legnagyobb ünnepe.